A kistarcsai szlovák nemzetiségi önkormányzat 2021-ben pályázat útján 33 millió forintos támogatásban részesült, mely lehetővé tette, hogy saját tulajdonú épületet vásároljanak és felújítsák azt. Az épület kiválasztását hosszas kutatás előzte meg. Hát sajnos Kistarcsán nagyon kevés régi ház maradt fenn. Először nem ezt a házat akartuk megvenni, hanem a Széchenyi utcán lévő egy kis kápolnával rendelkező házat, de az nem volt statikailag megfelelő. Aztán találtunk ugyancsak a Széchenyi utcában egy gyönyörű régi házat, amit szerettünk volna megvenni, de az utolsó pillanatban visszalépett az eladó, és akkor a Rózsa utcán megtaláltuk ezt a házat. Hát annyiból jó, hogy abban a központban van, ahol a szlovákok letelepedtek annak idején, és ez a tipikus három osztatú ház volt, hogy szoba, konyha, szoba, de a telek nagyon kicsi, ezt sajnáljuk, mert hát nehezebb lesz tömegeket vonzani ide. Mindazonáltal jól jártunk vele, mert jó helyen van, jó állapotban volt, át kellett építeni, de mégis meg tudtuk venni és át is építeni abból a pénzből, amiből a Széchenyi utcában csak egy házat tudtunk volna venni. Hát jelen pillanatban az épülő szlovák háznak a belső tereit csinálják. Hát nagyon sok munka volt rajta, amíg lebontották azokat a részeket, amikre ugye nem volt szükségünk, és mire átépítették, és a külsején már látható, hogy hosszú munkálatok után vagyunk már. Az első részében egy szoba meg egy konyha be lesz rendezve a néprajzi gyűjtemény anyagával, ami már megvolt 2006 óta, és az azóta lebontott civilházban volt elhelyezve. És annyi anyagunk van, hogy egy szobát meg egy konyhát tudunk vele megtölteni. A másik szobát azt közösségi célra fogjuk használni. Hát természetesen lesznek mosdók, és egy kis konyha, egy ilyen teakonyha szerűség, valamint egy nagyon picike raktár, az jobb lenne, ha nagyobb lenne, de hát abból dolgozunk, amink van. A gangon, meg ugye így hívják, hogy gang, a nyitott gangon, meg az eszközöket fogjuk elhelyezni, amiket össze tudtunk gyűjteni a mezőgazdasági, illetve ipari célokra használt eszközöket. A felújítás során a lehetőségekhez mérten igyekeznek figyelmet fordítani az épület autentikus elemeinek megőrzésére is. Hajópadlót rakattunk le a tiszta szobába, a konyhába a felszedett régi lapokat próbáljuk lerakni, és sikerült megmenteni néhány mintás lapot, ami itt az udvaron látható ki van rakva, azt egy részlete a konyhának abból lesz kirakva. Körülbelül egy fél éve kezdődött a bontás és az átépítés, és reméljük, hogy május végére befejeződik. Még egy másik támogatásból az udvaron egy kemencét is tudunk építetni, és annak május 31-e a határideje. Készülünk egy nagy átadó ünnepségre június 4-én. Postopach naših predkov, elődeink nyomában program keretén belül szeretnénk átadni nyilvánosan. Ide meg fogunk hívni a szomszédos községekből is énekkarokat, illetve a mi Pannonia együttesünk fog táncolni, és zenekar is lesz, és Liska Veronika énekel. A kistarcsai szlovákok saját tulajdonú új otthona, néprajzi gyűjteményük elhelyezése mellett teret biztosít majd számukra önkormányzati ügyeik intézésére, valamint hitéleti és közösségi programjaik megszervezésére is. Gondoljuk, hogy most már a gyerekekkel itt sok mindenfélét szeretnénk csinálni, hogy megtanítjuk őket a régi ételek készítésére, brdovca készítésre, ami ugye érdekes, hogy Kistarcsán a lakodalomban nem a levesben használták, hanem a pörkölthez adták asztalra.
vagy akár lekvárfőzést, befőtt készítést, húsvétra fogunk készülni a gyerekekkel, locsoló versikéket tanulunk, megtanítjuk nekik a régi húsvéti szokásokat. Az egyik táncsoport, a Pannonia Együttes egyik csoportjával, a Berkenyével már többször dolgoztunk együtt, úgyhogy ővelük továbbra is próbáljuk ezt a hagyománygyűjtést fenntartani. És hát például disznótorban is gondolkodunk, úgyhogy a hely már azért adni fogja azt, hogy mi minden programot tudunk itt szervezni. A Kistarcsai Szlovákház megvásárlása és felújítása a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságának támogatásával a magyar kormány támogatási célú előirányzatának terhére valósul meg.